Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit április 27-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először két beszélgetést láthatnak, először Olá László, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szent László pályázatával ismerkedünk meg, majd Bakonyi Istvánnal Sobor Antal emlékét idézzük meg. Végezetül pedig egy beszámoló következik a szabadbattyáni ásatásról, ahol Árpád-kori leletek kerültek elő. Tartsanak velünk! A Honvédség és Társadalom Baráti Kör újabb rajzpályázatot hirdetett meg, a Szent László nyomában pályázatra kárpát-medencei fiatalok jelentkezését várják. Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Én már is mutatnék egy fantasztikus képet, Ördög Boglárka, aki Dabassári Szent János Katolikus Általános Iskola növendéke, és ezt küldte, hogy kinek is és miért, arról fogunk beszélgetni mai vendégem Olá László, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör ifjúsági tagozatának vezetője, és a Szent László nyomában hadtörténelmi honvédelmi témájú alkotói pályázat egyik letéteményese és kitalálója. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Egyrészt azért, mert bemutathatjuk azt az elmúlt jó néhány év eredményét, és kedvet csinálhatunk minden szülőnek, pedagógusnak, hogy segítsék a gyerekeket. Nos, hát ugye tudnunk kell, hogy a Szent László nyomában című történelmi, hadtörténelmi honvédelmi témájú alkotói pályázat 2013 óta létezik, és azt is tudjuk, hogy több mint 10 000 embert szólított meg, 10 000 fiatalt, és soha nem volt nagyobb szükségünk rá, és ezt köszönjük a Honvédség és Társadalom Baráti Körnek, a Pákozi Katonai Emlékparknak, illetve a Nagyváradi Tanoda Egyesületnek, hiszen ez teljes Kárpát-medence. Honnét jött a gondolat, hogy ezt megvalósítsátok, és így módon? Egy picit messzebbre kell, hogy nyúljak. 25 évvel ezelőtt, amikor megalakult a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezete, a zászlójának a csúcsára a honvédelem társadalmi eszméjének a támogatását és a fiatalok hazapias honvédelmi nevelését tűzte. Számtalan programot próbáltunk ki, és megvalósítjuk a mai napig ezeket. Gyermektáborokat szervezünk, napközis táborokat szervezünk, hazapiság iskolája programot, számtalan programot csinálunk, viszont valahol éreztük, hogy még lehetne mást is kipróbálni. És 2013-ban hirdettünk először gyermekrajzpályázatot. Nem is gondoltunk mi arra, hogy ez Kárpát-medenceivé fog növekedni. 2013-ban, amikor meghirdettük a Szent Korona Védelmében című rajzpályázatunkat, arra 204 alkotás érkezett, és már ekkor Nagyváradról és környékéről is érkeztek alkotások. Nem mondom, hogy megdöbbentünk, de nagyon jó érzés töltött el bennünket, és ekkor találkoztunk ezen a csatornán is a Nagyváradi Tanoda Egyesülettel, akik 2014-től társszervezőként szállt be mellénk. Következő évben újabb rajzpályázatot hirdettünk, és bízva abba, hogy elérünk talán határon túli fiatalokat is, ekkor 1004 alkotás érkezett, a következő évben megint elértük az 1000 számot, és ami számunkra nagyon fontos, hogy minden évben a rajzpályázatunk címe, a téma választása egy olyan hadtörténelemhez köthető, mint például a magyar történelmi várak, vagy a mindenünk ez zászló, amikor a magyar történelmi zászlók és az alatta felsorakozó katonákat lehetett megjeleníteni, vagy éppen Szent László királyunkat, akiről 2014-ben is, és ebben az évben is a rajzpályázatunkat az ő személyéhez kötöttük, de például 3200 alkotás érkezett, amikor a Huszárgyerek címmel hirdettük meg az alkotásunkat. Aki már látott gyerekrajzokat szépen egymásra téve, és most itt kicsit barokkos tanulás volt ez az egymásra téve, hiszen egy ekkora halom az iroda asztalon, az egyrészt bődületes meló, azt egyenként lefotózni, díjazni, zsűrizni, viszont olyan lélekemelő, hogy egy ilyen kis civil szervezet hívó szavára 3000-nél több, majd 4000 gyermek, hiszen a 3250 alkotást, az nem csak 3250 gyermek alkotta, hiszen mi lehetőséget adunk arra, hogy 1, 2, 3 vagy 4 gyerek alkosson együtt. És ebből adódóan az alkotók száma mindig magasabb, mint az alkotások száma, és természetesen nem mindenki tartja ezt a létszámkorlátot, mert van, hogy a tanárnő ír egy kedves levelet, hogy az egész osztály örömmel vett
benne részt, és 26 gyerek együtt alkotott. Igen, ez egy fantasztikus gondolatsor egyébként. 2019-ben volt alkalmam a Szent László napokon ott lenni Nagyváradon, hiszen Nagyvárad Szent László városa, a lovak király városa, és azt tapasztaltam, hogy fantasztikus, hogy milyen érdeklődés kíséri Erdélyben, Párciumban Szent László emlékét, illetve hát a teljes Székelyföldig elmondhatjuk ezt. Én azt gondolom, hogy ez nagy motiváció volt, és nagy motiváció lesz a gyerekeknek is. Igen, valóban, amikor Szent László volt a téma 2014-ben, akkor is arányaiban sokkal jobban megmozdult a Pácium és az erdélyi alkotóközösség, mind a mellett, hogy Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről is, és hazánk minden megyéjéből kaptunk alkotásokat, de arányában nagyon kimagasló volt ez időtájt az erdélyi és páciumi terület. Beszéltünk a gyerekekről, de kik azok a gyerekek? Tehát a korosztályokat nézzük, hiszen itt több ezer srácról, lányról van szó. Hivatalosan 8 és 14 év közötti diákoknak hirdettük meg a rajzpályázatunkat, de már az első év tapasztalata az volt, hogy nagyon aranyos volt, egy anyuka küldött egy borítékba két rajzot, hogy a fia már 9 éves, viszont a kis testvére még csak 7, és tudja, hogy nem fér bele a kategóriába, de örömmel küldi el az ő rajzát is. Majd később, ahogy mentünk előre az évekbe, kaptunk olyan leveleket, hogy bár én már 15 éves vagyok, de az elmúlt években mindig pályáztam, és megint szeretnék. És így most már azt mondjuk, hogy 8 és 16 év közöttiek, akik, de hogy egy picit valaki pozitív, negatív irányba túllóg, ettől nincs örök harag, mert nem az a lényeg, hogy hány éves alkot, hanem az, hogy mozdulja meg az érdeklődés a magyar hadtörténelem iránt, és a lelke a magyar történelem iránt. Akkor megérkeztünk az idei esztendőhöz. Ugye a határidő, a beadási határidő nagyon fontos, hiszen egy kicsit ki kellett tolni, annál is inkább, hiszen a koronavírus járvány okán is ez fontos. Tehát az új beadási határidő 2021. április 30-a. Egész tegnapig így volt, majd ezt igen, pontosítom. Volt. Igen. Igen. Itt megint egy picit hagyj kezdjem egy kis visszatekintéssel. A 2013-tól 19-ig tartó időszak rajzpályázatait mindig januárban a Magyar Kultúra napján hirdettük meg, és június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján volt a székesfehérvári eredményhirdetés. Tavaly a koronavírus okán először, ahogy bezárták az iskolákat, már másnap meghirdettük az online pályázati lehetőséget, viszont ez időben is elcsúsztatta egy kicsit a pályázatunkat, és ebben az évben ugyancsak a Kultúra napján, január közepén meghirdettük a rajzpályázatunkat, viszont a határidőt éppen a koronavírus miatti nehezebb helyzetbe került alkotó gyerekek és iskolai közösségekre való tekintettel éppen tegnapi döntésünk alapján május 30-áig hosszabbítjuk meg. Na akkor nézzük a három kategóriát, és én közben azért mutatok képet a kedves nézőinknek is. Ez is egy fantasztikus, ez Kahut Gergő, 8 esztendős, Berettyóújfalu kisfiú alkotása. Igen. Nos, tehát akkor először papírra vetve. Igen, három kategóriát hirdettünk meg, tavaly évben létrehoztuk az online változatot, ebben az évben már három kategóriával próbálkozunk. Az első kategória arról szól, hogy ez a papírra vetve, hagyományosan rajzolja le, így papíralapon küldje el akár nagyváradi címre, hogyha határon túli, csak odaig kelljen postáznia, vagy eljutatni, vagy Székesfehérvárra küldje az alkotásokat, és ezeket mi digitalizálva láthatóvá tesszük mindenkinek. A második kategóriánk az az online kategória. Igen, hát az most már az online egész egyszerűen elfoglalta a szívünket, lelkünket, bár szívünket talán még nem, de igen, egyszerűen megkerülhetetlen. Valóban, és figyelembe kellett venni azt, hogy nincsen lehetőség a gyerekeknek az iskolai közösségek adta lehetőségekben gondolkozni, egyedül otthon kell alkotnia, lefényképezi, elküldi számunkra, és mi azonnal egy online változatba küldünk vissza neki egy emléklapot, és az értékelés, a zsűri értékelés ugyanúgy majd szép emléklappal és ajándékkal történik. Itt, ahogy olvasom, hogy a Szent Lászlóról készült jó minőségben lefotózott alkotásokat küldhetik el május 30-áig. Igen, valóban. Hát ami Szent László nyomában címmel eszébe jut, hiszen lássuk be, hogy a napjaink katonái is valahol Szent László nyomában járnak. Azok a történelmi elődeink, akik Szent Lászlótól napjainkig
aktív részesei voltak a hadtörténelemnek, ők is való Szent László nyomában jártak, tehát valóban a kulcsfigura Szent László, de ha kicsit szabadabban értelmezzük, és a gyerekek ezt nagyon pontosan értelmezik, akkor akár napjaink katonáját is megjeleníthetik, és az addig eltelt történelmi korokat, amelyik szívükhöz közeli, hiszen ez való Szent László nyomában. És ebben az évben egy harmadik kategóriát is meghirdettünk, ennek a határideje szeptember vége, ez a találkozásom Szent Lászlóval. Ez egy teljesen új kezdeményezés, mi is kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Ez nem szól másról, mint hogy reméljük, hogy a nyári kirándulások során, családi kirándulások, osztálykirándulások során, ha valahol látnak egy Szent László ikont, látnak egy Szent László szobrot, nagyisten egy Szent László utcatáblát, akkor jusson eszükbe ez a lehetőség, készítsenek róla egy fényképet vagy egy szelfit, és küldjék el nekünk, és akkor talán egy picit látjuk azt, hogy azok a fiatalok, akiket elértünk, ők milyen területeken mozognak, és hol fedezik fel Szent László nyomait. Igen, hát azt nagyon is jól tudjuk, hogy a Páciumtól Székelyföld sarkáig, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja, magyar lakta területeken jószerűen minden templomban van Szent László. Ezzel már is ötletet adtam egyébként a fiataloknak. És hát én azt gondolom, hogy ez egy példaértékű kezdeményezés. Annál is inkább, mert hogy természetesen mindenki győztes. Tehát itt nincsen, lesznek győztesek természetesen, de ha úgy tetszik, mindenki győztes. Amikor elkezdtük a rajzpályázatinkat, azt mondtuk, hogy a legnagyobb díj az az, hogy legnagyobb jutalom, hogy ő találkozik a magyar hadtörténelem szépségeivel, és igenis nekiáll egy kicsit utána olvasni, hiszen nem elég ezekhez a rajzokhoz egy papír és egy ceruza, egy ötlet is, egy ihlet, egy impulzus is szükséges, ez pedig a magyar történelemből nagyon szépen lehet csipegetni. Természetesen nagyon figyelünk arra, hogy mindenki, aki részünkre alkotást küld, kapjon egy emléklapot. Minden évben egy egyedi tervezésű emléklap, ami most a kezedben igen, van. És ezeket mutatom is sorban. Ezeket minden részvevőnek elküldjük. Amikor 3200 alkotás jött, akkor 4000-nél kicsit több alkotó mindegyikének postai úton eljutattuk ezeket az emléklapokat. És mi arra törekedtünk a kezdetektől fogva, hogy ilyen tömegeknél nem lehet azt mondani, hogy van egy első, egy második és egy harmadik helyezett. Ezért aranyceruza, ezüstceruza és bronzceruza díjakat alapítottunk, és még ez sem volt elég, később még külön díjakat is kellett, és most ott tartunk, hogy a... Igen, azt, és akkor már ezt mutathatod is. Mindig egy ilyen egyedi tervezésű, szépen paszpartuzott emléklapot adunk át a díjazottaknak. Ez már önmagában is egy, úgy gondolom, egy szép díj, de természetesen ezek mellé tárgyutalmak is járnak. És azt szeretném elmondani, hogy eddig nem volt olyan év, hogy 15%-nál kevesebb lett volna díjazott. Általában 20-25, de volt, hogy 28% díjazott volt. Ha például kaptunk 1000 alkotást, abból 240 díjazott volt. Azt hiszem, hogy ez egy csodaszép arány, és hiszem, hogy az a fiatal, aki egy ilyen emléklapot kap a kezébe, egy kis tárgyutalommal, egy gratuláló levéllel, vagy éppen ezt egy rendezvényen veheti át, akár Székesfehérváron, akár Nagyváradon, akkor az ő lelkében a magyar történelem valahol egy picit magasabb polcra kerül, és azt hiszem, hogy az a legnagyobb célunk. Érdeklődéssel várjuk, és bíztatok mindenkit, hogy foglalkozzanak Szent Lászlóval. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, és ráadásul a koronavírus járvány feloldásával majd a későbbiekben nyilván eljuthatnak olyan helyekre, ami örök élményt biztosít. És hát ráadásul azt kívánom a szervezőknek, nektek is, hogy legyen dolgotok, mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg pályázat érkezik. Ehhez kívánok erőt, egészséget, és még egyszer ugye ismételjük meg, hogy május 30-áig lehet pályázni. Tehát ez azt jelenti, hogy a határainkon túl, hiszen ez teljes Kárpát-medencét felöleli, pályázhatnak Szent László nyomában járva. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. A következő beszélgetésben Bakony István József Attila díjas irodalomtörténész lesz a vendégem. Sobor Antalra emlékezünk. Folytatjuk a Paletta magazint. 11 esztendeje, 2010. április 15-e óta nincs köztünk Sobor Antal. A József Attila díjas íróra, festőművészre, pedagógusra, újságíróval emlékezünk.
barátjával, Bakony Istvánnal, József Attila Díjas irodalomtörténésszel. Szervusz! Szervusz! Nos, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos volt az életünkben. Az enyémben különösen, hiszen azok közé tartozom, akik büszkén mondhatják, hogy a magyar irodalom mindennapjait tőle tanulhattuk meg. Én 11 esztendeje azt írtam, hogy a katedra csendes hangú mesterének köszönhető, hogy a viharok utáni megnyugvásban mi is megtanultunk magyarul. Generációk sorsa és sora bizonyítja, hogy milyen hatással volt, van és lesz diákjaira. Tanítványainak nem okozhat gondot egyetlen kisiskolás párhuzam sem, hiszen megismerhették a tárgy, alany, állítmány szentségeit. Hát körül ennyit kivonatosan. Én azt hiszem, hogy órákat lehetne beszélgetni, és köszönöm, hogy hozták könyvet is, hiszen itt van előttünk a Hosszú háború, a Perely uram, és végezetül egy portrévázlat a Kodolányi füzetek sorában Bakony Istvántól. Nos, érdekes az ő életútja, hiszen mi íróként, pedagógusként ismertük meg, de hát aztán nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozott. Ne feledjük, hogy az elmúlt esztendőkben a Perely uram szerencsére a színházhoz került, Román Károly dramaturgiájával, és abból is egy nagyszerű színházi előadás született, amiből film is készült, illetve hát azért ott van nekünk az Ég alatt kanyargó utak, az Utolsó nap, a Heten a hídon, a Füst a fák felett, a Hosszú háború. Azt hiszem, hogy egy páratlan életút az övé. Így van. Örülök annak, amit elmondtál bevezetőben, és ha már a tanárságát említetted, akkor hozzáteszem, hogy a Vasváriban volt egy legendás korszak, ami a magyar irodalomtanárokat illeti, hiszen együtt tanítottak ott évekig Mohácsi Károly és Román Károly, a három legendás irodalomáról van szó. Mohácsi a tankönyvírás nagymestere volt, hát Román tanárról meg egyébként is már sokat beszéltünk. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos korszak lehetett az ő tanári pályájukon. Érdekes a pályakezdése egyébként Sobor Antalnak, mert egy interjúban nekem egyszer elmesélte, hogy egy baleset következtében, azt hiszem, hogy motorbaleset érte őt valamikor nagyon fiatal korában, és akkor a szabad idejében kezdett igazából írni. És ugye tudjuk azt, hogy a pályanyító és a magyar irodalomban szinte berobbanó műve az Éjjel hazamentek a katonák című elbeszélése volt, ami nagy siker volt, úgyhogy elég gyorsan a Kossuth Rádióban rádiójátékot is rendeztek belőle neves színészekkel. Ugye ez a novella a modern próza eszközeivel eleveníti föl azt, ami a donkanyari szörnyűségekre jellemző volt. És hozzáteszem, hogy olyan szempontból is ez egy nagyon korai írás volt a 60-as évek elején, amikor nem volt nagyon divat erről szólni. Bizony. Számomra nagyon fontos volt Nemes Kürti István Rekvém egy hadseregét című könyve a 60-as évek végén, de Sobor érdemé közé tartozik az is, hogy nagyon korán nyúlt ehhez a kényes témához. Hozzáteszem, hogy a prózája tényleg a modern, 20. századi modern próza sajátosságait mutatta már akkor, de azt is hozzáteszem, hogy, és ezt tőle tudhattuk, hogy Németh László nagy hatása volt. Tehát most visszakanyarodunk egy múltkori témánkhoz, Németh László pályájához. Az Iszonyt őt nem tudom hányszor elolvasta, és ez szerintem az egész novellaírói és regényírói pályafutására is jellemző az a fajta szintézis, ami méltó utódja szerintem a Németh Lászlói prózának. Abszolút egyetértek. És ha már Román tanárról is esett szó, hiszen az egyik legjobb barátja volt, és harcos társa, ahogy tetszik, az irodalom mentén, ő úgy fogalmazott egyszer, hogy mindketten tudtuk, hogy a tehetség nem csak ismeretekből áll, hanem elsősorban esztétika mentén születhetnek meg a jó művek. Ez mindenek felett jellemző volt Sobor tanár úrra. És jellemző volt azokra általad is emlegetett novellás és kötetekre és regényekre is, ami ismerté tették az ő pályát. Azért gyorsan hozzáteszem, és ezt mindig elmondom, hogy még mindig nem ismerik eléggé szerintem az ő munkásságát a magyar irodalom köreiben, és ezért érezhetjük mi küldetésünknek, hogy folyamatosan szóljunk arról, hogy a 20. század második felében, a 21. század elején olyan prózát, olyan alkotásokat hozott létre, amelyek szerintem a magyar irodalom élvonalába sorolják. Egyébként
korán készített le Berta Bulcsú interjú. Berta Bulcsúról köztudott, hogy végigjárta a magyar irodalom élvonalát, és fantasztikus interjúkat készített. Például ő is megrajzolta már ideje korán Soborantal portréját. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy még mindig ismétlem, nincs benne a köztudatban teljes egészében. Ugyanakkor, ha vizsgáljuk a műveit, azért azt látjuk, hogy rendkívül elegáns volt a tanáró stílusa. Így van, mint hogy maga az ember is az volt. Egy elegáns úri ember. Egyébként éppen Berta Bulcsú írta, hogy három arca van neki, van egy paraszt arca, van egy író arca, és van egy tanár arca. Hát emlékszünk ugye az arcára, a hamiskás mosolyára, kedvességére, amikor a főutcán találkozhatott fel az ember. Szóval igen, és nála én azt hiszem, hogy a megélt élet és a megírt valóság szoros kötődés mutat, szinkron van egymásra. Ez nincs minden alkotó esetében így, mert vannak botrányos életű, zseniális szerzők. Ő rá tanárra, a családapára, nagypapára, férre ugyanaz volt jellemző szerintem. Ez az elegancia, amit te is mondtál, ami az írásaira így van, is. Hát ennek is köszönheti természetesen, hogy a kortárs irodalom egyik legnagyobb alakja, amit aztán nem feledtünk el. Mert én azt gondolom, hogy a hosszú háború például számtalanszor felötlik bennünk, de az is egy kultregény, ha úgy tetszik, és ráadásul kötődik a mindennél jobban szeretett Székesfehérvár. Hát igen, mert Vatai Ferenc a törökkor vicekapitánya volt ugye Székesfehérváron, és igazából a számüzetésben, a török rabságban vált költővé és íróvá jelzem. Az a kép, ami a Hosszú háború címlapján látható, az Vatai Ferencnek, a festőnek a alkotásai közé tartozik. Arról nem is beszélve, hogy a történelmi regény is tényleg talán a legfontosabb szelete a Sobor életműnek. Én azt szoktam mondani, hogy nyugodtan az egri csillagok mellé állítható a Hosszú háború, ugyanarról a korról szól, és a történelmi regény legjobb eszközeivel, hiszen egyrészt hűséges képet fest az adott korról, másrészt a főhősön keresztül azt is megmutatja, és szerintem ez a történelmi regény igazi lényege, hogy az egyén hogyan éli át azokat a dolgokat, amit háborúnak nevezünk. Így van, és ehhez kapcsolódik a következő kötet, amire kell, hogy beszéljünk, a Perely uram. Igen. Tehát ő semmiképpen nem engedett a saját normáiból, és ahogy a hosszú háborúról említetted, hogy Vatai Ferenc okán rendkívül fontos volt, hogy megismerhettük a Sobor írásból ezt az időszakot, ugyanez igaz a Perely uramra, hiszen egy olyan tragédiát írt meg a Csákberényi történetből, amit aztán most, hála Istennek, a Román tanár úr és a te segítségeddel a Vörösmarty Színház is bemutatott, ami példátlan. Igen, és ha összevetjük a Hosszú háborúra, akkor ez egy teljesen más jellegű, ez egy kis regény. Talán az első kötet, nem is tudom, 80 vagy 100 oldal volt mindössze. Tehát a kis regénynek, ennek a 20. századi nagyon fontos műfajnak az eszközeivel ragadja meg azt a tragikumot. Én emlékszem rá, amikor elmesélte, hogy a levéltárban nagyon rövid anyagot talált Maszbart Antalról és Szészvai Jánosról, a két csákberényi mártír lelkészről. És hát ebből építette föl nyilván a fikció eszközeivel azt a remek művet, amiből tényleg a színházban is nagyon jó kis mű született. És arról nem is beszélve, hogy nekem van egy olyan üzenete is ennek a regénynek, hogy a katolikus, plébános és a református lelkész milyen csodálatos egységben tudják ugyanazt a sorsot megélni. És hát ez szerintem is egy példa lehet akár az irodalomon kívüli emberek számára, és hozzáteszem, hogy ez olyan mű, ami a valóságot is formálta, mert tudomásom szerint a megjelenése után alakult ki ennek a két papnak az igazi kultusz a Csákberényben. Így van, és ahogy Sobor tanár úr fogalmazott, hogy van-e személyre szóló gondviselés, azt én nem tudom, de hiszem. Hát én azt gondolom, hogy a gondviselés hozta el őt nekünk. Miként kell gondolnunk rá ma? Mikor kerül be úgy az irodalmi kánonba, hogy mindennapos legyen a Sobor tanár úrral foglalkozni? Most az irodalomtörténésztől kérdezem, és a pedagógustól. Erre nem tudok válaszolni, hogy mikor kerül be, mert ennek rendkívül sok összetevője van. Az, hogy a mi hitünk és szándékaink szerint ott van a helye az élvonalban, ez egészen biztos.
Az más kérdés, hogy ahogy szoktuk mondani, ez a korszak nem feltétlenül az irodalomnak kedvez elsősorban, de hát azért vannak olyan értőfülek ma is szerintem a magyar kultúrában, akik számára ez az életmű nagyon fontos. A naplóiról kevés szó esett, igen. Ezek a naplójegyzetek is egy különleges sorsot mutatnak be, Székesfehérvárét, az egyes emberét, illetve a magát, a társaságét a mindennapok, illetve az ünnepek kapcsán. És ne feledkezzünk meg a Balaton akaratjáról, ahol hétvégi házuk volt, többen is megfordulhatunk életében még ebben a házban, és az egyébként egy ilyen, hogy is mondjam, nyitott műhely, vagy olyan térség volt a számára, ami a szabad ég alatti festésnek, mert azt se felejtsük el, hogy festő is volt ugye a élete utolsó szakaszában, a Bóbori Zoltán vezette Szent István Művelődési Házban egy kis műterme is volt, viszont akaratja a nyitott műtermet jelentette a számára. Természetesen, ahogy mondtad is, a Fehérvár irodalmi életben is nagyon aktív volt, a Vörös Mati Társaságban és egyáltalán a köreinkben. Hát nagyon hiányzik, azt kell mondanom. Tehát ezek a naplójegyzetek azért rávilágítanak arra, hogy milyen fajsúlyos életet élt. Tehát azok a mindennapok, azok jellemzőek a székesfehérváriságára is. Hogy van? Szerintem a naplójegyzetei, miként nagy példaképén a Márainál is el szokták mondani, hogy adott esetben a naplók lehet, hogy legalább olyan fontosak, mint a szépirodalmi alkotások. Pontosabban az ő naplóik is szépirodalmi alkotások. Napló sokféle van, például a Fodor Andrásféle naplót szoktuk még emlegetni, aki precízen napra készen beszámolt arról, hogy mi történt vele. A Soborféle napló nem egészen ilyen, ő ilyen tűnődéseket, és nem feltétlenül mindig a napnak megfelelő szövegeket, vagy a naphoz kötődő szövegeket tett közzé. Tehát így összefoglalva megőrizhető ez a Sobor-Mohácsi román vonulat? Hát, a történelem tanításban, illetve az irodalom megszerettetésében? Hát remélem, hogy így van, hogy meg kell őrizni nekünk, meg kutya kötelességünk, hogy ezt minél többet hangoztassuk. Nos, én ebben az írásban úgy búcsúztam, hogy tanuljunk Soborul, tanuljunk együtt Soborul, ez egy felhívás is volt. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy a tanár úrra emlékezzünk, és hát köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. A Fejér megyei Szabadbattyán határában a Szent István Király Múzeum régészei szerint egy kora árpádkori település nyomaira bukkantak. A feltárás során a mindennapi élet használati eszközei, úgy mint kerámia edények, csonteszközök kerültek elő, amelyeket a település lakói maguk készítettek el. Egy kora árpádkori településnek a nyomait találták meg Szabadbattyán határában, ahol a Szent István Király Múzeum munkatársai régészeti megfigyelést látnak el egy vasútvonal villamosítással kapcsolatos nagyberuházás keretében. Magát a települést a nyomvonalban 200 méter hosszan sikerült megfogni a régészeknek. Valószínűleg egy kora árpádkori településnek a nyomait találtuk meg itt Szabadbattyán határában. Magát a projektet a Várkapitányság ZRT megbízásából végezzük, ugyanis Szabadbattyán és határában, ugyanis Szabadbattyán transformátorállomás és a vasútállomás között egy földkábel fektetését végzik. Ennek kapcsán egy 3 méter széles nyomvonalat humuszoltak le a kivitelezési munkák folyamán, és így került elő az árpádkori településnek néhány jelensége. 16 jelenséget dokumentáltunk, ebből néhány világháborús lövészárok, és körülbelül egy 10 darab régészeti jelenség került elő. Ezek között találunk nagyobb méretű árkokat, illetve 2 darab gödröt, és talán egy épületnek a sarkát is sikerült megfogni, azonban ez olyan kis részben került elő, vagy sikerült feltárnunk, hogy ez nem egyértelmű egyelőre. Valószínűleg a település szélét találhatták meg, 10 árpádkori jelenséget sikerült azonosítani. Ezek közül a tároló gödörből került elő számos kerámia töredék, többek között egy nagyobb fazék edénynek a töredéke is. Ezt hullámvonal díszíti, és ezek jellegzetesen kora árpádkori kerámia töredékek. Innen is tudjuk, hogy kerámiák alapján tudtuk a korszakát is, vagy a korát meghatározni a településnek. Az előkerült árok szakaszok egy része a víz
vízelvezetés és telekhatárolás mellett a háziállatok körülkerítésére is szolgálhatott. A feltárás során a mindennapi élet használati eszközei, úgy mint kerámia edények, csonteszközök kerültek elő, melyeket a település lakói maguk készíthettek el. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!